A 2021-22-es bajnoki évben a ProLicenses edzői végzettséggel rendelkező labdarúgóként és edzőként is a legmagasabb szinten tevékenykedő Acél Zoltán irányítja a HR-rend Kozár Michelin csapatát. Az MB3-as gárda június 21-én kezdte meg a közös munkát. Hát azt gondolom, hogy a legkomolyabb üzenete annak van egyébként, hogy ez a csapat... A csapatnak a magja, akit szerettünk volna, az a 15 labdarúgó, és ugye még egy kapus is egybe maradt. Tehát egy óriási dolog egyébként ez valamilyen szinten a vezetőség részéről, ugye a klubigazgatónak akkor is azt mondom, hogy sikere még, hogyha nevetgél is rajta, vagy hogyha nem szereti, hogy dicsérem, hiszen ez a nyári időszak az, amikor a labdarúgók akkor mennek, jönnek, oda mennek, ahova akarnak. Hát valamit a kohézió mutat mindenféleképpen, meg valahol egy kicsit magamra is veszem, hogy valószínűleg ezek a játékosok szerettek volna velem dolgozni, hiszen 15 emberből, akit szerettünk volna itt tartani, 15. Aláírta a következő szerződését, ez nagyon pontos dolognak tartom, szinte a legfontosabb. Nagyon jó üzenete is van a következő munkának. Én egy nagyon-nagyon pozitív, jó csapatot ismertem meg a Kozár Michelin játékosaiban. Személyesen voltam már lent, beszélgettünk, tehát eljutottunk oda, hogy mindenki tudja azt, hogy mik a célok, mindenki tudja, hogy miért dolgozunk együtt, mindenki tudja azt, hogy tiszta, őszinte tekintetek, őszinte gondolatok lesznek. Mindent meg lehet beszélni, kommunikálni, ezt is kértem a játékosoktól, úgyhogy egyelőre rendkívül pozitív vagyok. Igen, az első hét az a prevencióról szól, és egy kicsit az alapálló képességet fogjuk az első-második héten odafigyelni. Nagyon rövid felkészülésünk van, hiszen az ötödik hét végén ez a rávezető hetünk van, ami az első, és utána még van 4 hét, és az ötödik hét végén már bajnoki kezdődik, tehát ugye ez egy gyengébb, vagy egy rövidebb felkészülés, itt azért nagyon óvatosan kell bánni a terhelésre. Az első hét az, ami most a héten 3 fakultatív edzés van, és 2 labdás, vagy 3 edzés van, és 2 fakultatív, de szeretném, hogyha akkor sokan megjelennek. Itt elsősorban még az állóképesség, a fizikális dolgokat fogjuk ugye előtérbe helyezni. A következő héttől még ugyanez, és utána szépen majd jön az erőállóképesség fejlesztés, utána a gyorsági munka, szóval elég hamar lemegy ez a felkészülés, közben ott vannak az edzőmeccsek, ugye taktikailag, ugye csapatjátékban, a szerkezetekben fejlődni kell mindenféleképpen, az új játékosokat be kell építeni, úgyhogy egy rövid, de elég velős kis felkészüléssel nézünk. Néhányan távoztak a keretből, ahogy az sajnos ilyenkor mindig elő szokott fordulni. Volt, aki iskolai elfoglaltság miatt, volt, aki a több játék lehetőség reményében, volt, aki már annyira nem illett a szakmai stáb elképzelései közé. Viszont nagyon fontos, hogy 3 hiányposztra sikerült igazolni játékost. Ezt a szakmai stáb elmondta, hogy milyen posztokra szeretnének, milyen kvalitású játékost, és azt kell, hogy mondjam, hogy elégedettek lehetünk. Már kicsit túl könnyen is ment az igazolás, azt láttuk, hogy szívesen jöttek ide a játékosok, és abszolút látják ebbe a projektbe a lehetőséget. Lékai Soma érkezett a kapuba, ő legutóbb Kecskeméten játszott, Gaják Gergő jött az MB2-es PMFC-ből, ami egy nagyon nagy öröm, mert már hosszabb ideje szerettük volna, hogyha visszatér Kozár Michelinbe, és Kondor Kristóf érkezett még, legutóbb Dunajvárosba játszott, de játszott az MB2-es Szent Lőrincbe, és ő pedig irányító poszton fog erősíteni minket. Vannak most is próbajátékosaink, néhány játékos itt van az ifjúből, akik akár így a szezon folyamán is velünk maradhatnak erősíteni a keretet, illetve tervezünk még igazolásokat, de most úgy állunk, hogy van egy jó kis keretünk, a jó kis magunkhoz maradtak még játékosok, illetve tényleg az érkezők is erősítést fognak jelenteni, úgyhogy most egy kicsit türelmesebbek vagyunk, és tényleg a megfelelő kirakós darabokat keressük a képbe. Gaják Gergő a 2014-15-ös évben az MB3-ban ezüstérmes Kozár Michelini csapatban alapembernek számított. 27 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 2 gólt szerzett. A következő évben a Seoul MB3-as csapatában szerepelt, majd 2018 tavaszán a PMFC-hez igazolt. Ezt követően még egyszer visszatért Szegedre, majd újra Pécsre. Tagja volt a csonka szezonban az MB2-be feljutó piros-fekete gárdának. A tavaly évben az MB2-ben szerepelt a PMFC-vel, de a több játék lehetőség reményében július 1-től a HR-rend Kozár Michelin csapatát választotta. Hát ez az eldöntés, ez már régóta keresgéltek, éreztem is a bizalmat, már egész régóta a magyar márk már régóta keresett. A tavalyi szezon után pont ez volt nekem a lényeg, hogy a bizalom az meglegyen 100%-ba felém, úgyhogy ezért döntöttem a Michelin mellett. Hát erre az évre azt mondom, hogy elsődleges cél az, hogy legyen egy nagyon jó felkészülésünk, leginkább sérülésmentes, és akkor majd utána tudunk beszélni a bajnokságról, hogy akkor ez, hogy mik is az elvárások, meg hogy mik a célok. Michelinben mindig is jó gárda volt szerencsém egy évet most már egy jó 9 éve kint lenni,
Most is nagyon jó közeg fogadott, mindig is erőssége volt a Michelinnek az, hogy egy jó közösség van, úgyhogy ez szerintem idén sem lesz másképp. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a közelmúltban határozatban módosította a 2021-22-es MB3-as labdarúgó bajnokság versenykiírását és a következő évi versenynaptárát. A döntés értelmében továbbra is 60 csapat alkotja a mezőnyt, csoportonként 20-20 együttes csatázik a bajnoki címért, illetve a kiesés elkerüléséért. A 20 fordulós szezon hossza változatlan, augusztus 1-től december 5-ig tart, majd 2022. február 13-án folytatódik a bajnokság, és május 29-én zárul.